Diós, itt szülök, ha mindjárt jön a vezető lova, mennek. Ott bókláztatok, addig mindjárt jön az, hogy de meg ezt lerakjuk. Hú, Gabi mindent hozott most. Jó. Föl kell töltem, egy hétig nem lesz. Jó, extra szénánk van, úgyhogy nem kell megérni, tudom ezt a szénát. Ez extrán jött ide. Csak a nagyon rossz miatt ez hátra maradt. El kellett etnem ezt is. Azt rakod ide! Jó, szuper! Köszönöm! Jó, közel ide ajtóz, mert rakjuk is be, Gabi! Akár ajtó fele majdnem, jó? De így befér, ez aranyos! Befér! Hogy ne férne be, ezek jó fejek! Nagyon jó! Ja, és eleve van kettő ott, jó! És akkor kettőt oda, megtolod egy kicsit, egy szalma oda is, meg köszönöm szépen, Gabikám, és boldog karácsony, de úgy itt beszélünk. Köszönöm neked is, Gabikám. Mindjárt nyergelnek, csak most elhavasztunk itt minden dologgal. Aztán itt nem pakolások is, egyebek is. Nekem is megy a gép. Jaj! Csak pillanat, kólikás van itt fenn. Az se jó. Adok neki a macsomból, ha kell, azt mondtam. Megfőztem, jó, megkavartam, azt is már. Széna, oda jön még nekünk egy szalma. Ja. Úgyhogy maximum ki kell válogatni, amit ki kell. Még van egy 10 ilyen extra szénám van, 110 a padláson, Zalai. Egyik pajtám full tele extrával, meg a másik is. Csak hát így alakultunk ebből a említett fél kamion széna, meg megázott ugye a dzsúva miatt, amit már is vittek, ugye már sem. Jó, Gabi elmegy. Ugye még nekem hoz egy szalmát. Addig menjetek, míg nem jön a izé vezetőló. Kicsit. Ja, a palinkba is rongyos, megy ez is, semmi baj ezekkel. Mindig inkább elővigyázatos vagyok. Itt hagyom őket, megy a gépem. Addig gyertek, még mindjárt kijön. Nyerge behozza a padikból, letörli, hát mit csináljak? Nem tudok most szétszakadni hirtelen. De szép vagy, Jancsika!